Köszöntöm nézőinket! Önök a Manőver február 10-ei műsorát látják. Jelen pillanatban itt a vágószobában dolgozom még az anyagon, úgyhogy most csak egy bővebb összeállítást láthatnak az elmúlt 4 hónap terméseiből. Jöjjenek a best of-ok. Tartsanak velünk! Első körben tekintsenek meg egy bejátszót, hogy mi is történt Pécsett 2005 óta az Európa Kulturális Fővárosa program kapcsán.
Idén Pécset több mint 350 deklaráltan Európa kulturális fővárosához kapcsolódó program vár a pécsiekre, illetve az ide érkező turistákra. Most tekintsenek még egy rövid beszélgetést Urbán Ernővel, aki szintén programok szervezésével, illetve lebonyolításával foglalkozik. 2010. január 10-e óta Európa kulturális fővárosa Pécs. Már a kezdetektől benne vagytok ebbe az LKF programba. Te hogy emlékszel vissza az elmúlt évekre? Hát én még a pre-LKF korba kezdtem az egészet, tehát a 2000-es évek elején alapítottuk ezt a vállalkozást, ami ezzel a hangfényszínpad technikával foglalkozik, és a kezdetektől kezdve figyelemmel kísérem, és nagyon örültünk, amikor ezt a címet megnyerte Pécs, sőt a bejáráson is mi szolgáltattuk a bizottságnak, amikor nagyon sok helyen, sok ponton volt a városban szemle, vagy pontosabban megtekintésre a helyszíneknek, és hát ez egy fantasztikus lehetőség a városnak. Az elmúlt pár évet te, hogy láttad programok szempontjából, mennyire indult be az a bizonyos szekér? Azt hiszem most kap lendületet, tehát ez a január 10-i megnyitóban valóban mindenki szembesült vele, ugye a tér teljesen tele volt, a plakátokkal, óriás plakátokkal tele van az ország, akármerre is megyünk, mindenhol az irány Pécs felirat van. Én azt hiszem, hogy az ország igazán most tudta meg, és a városiakban is, a városban élőkben is most tudatosodott, hogy mekkora lehetőség ez. Te, mint nagyon sok programra járó, programok szervezője, illetve állandó résztvevője, hogy láttad eddig az emberek, a pécsiek, hogyan vélekedtek erről a programról? Volt negatív vélemény ebben? Hát természetesen találkoztam ilyennel is, ugye teljesen a beruházások környékén. Ezeket én is igazán a sajtóból ismerem, amik megnyilvánulások vannak. Én azt hiszem, hogy ezek most már azért valamennyire feledésbe fognak merülni, és talán oda tudunk figyelni arra, amiről szól ez az egész. Szerinted minőségi programok voltak eddig? Ugye ezek már a felvezető évek voltak 2006-tól idáig. Voltak-e olyan sarokpontok, amikre akár építhet a város a jövőben? Hogyne a felvezető években, hát az opera énekesek, akik hatalmas sikert adtak, mint Carreras, mint Domingo, vagy az egyház, ugye az 1000 éves alapításának az évfordulója, a 2009-es esemény sorozat, ezek biztos, hogy olyan magas kultúrát képviseltek, amikre nagyon büszkék lehetünk. Számodra mikor lesz sikeres a Pécsi LKF kulturális program? Ha sokan jönnek ide a városba, ha tényleg meg tudja mutatni a város mondjuk Budapestnek és a szkeptikusoknak, hogy itt tényleg történnek dolgok, vagy van-e valami egyéb? Ahogy a program füzetet végignéztem, ugye most megjelent, ez azért vegyes, tehát vannak, amik szűkebb rétegeknek szóló, vagy magasabb kultúrát képviselő, vagy képzőművészet, vagy egyéb más területéről lévő programok, illetve vannak tömegrendezvények. Azt hiszem, mind a kettőre szükség van. Gyakorlatilag tartalmát tekintve, lesznek-e a 2010-es cél évben olyan programok, amik akár hosszú távon, 2030-ig is meg tudják határozni a város életét? Nem tudom, hogy ennyire a mélyében néztél a programoknak. Hát ez csak saját véleményem vagy gondolat, mert természetesen, de azt hiszem, ez mindenkinek jelen pillanatban ez okoz gondot, hogy tudjuk fenntartani ezt a nagyon nagy lendületet, amit most megszerzünk 2010-ben. Tehát ennek hogy lesz meg a hozománya 11-12 és a hosszabb évek folyamán. Tehát a létesítmények biztosan itt maradnak. A Zsolnai Kulturális Negyed biztos, hogy egy agórája lesz a városnak, a Tudásközpont vagy a könyvtár. Tehát ezek mind-mind itt maradnak. Én bízom abban, hogy ezt a városok majd magukénak fogják tudni és fogják használni. És a kultúra, mint iparág, a jól értelmevett iparág és a hozzászerveződő vállalkozások megmozdulnak egy picit. Nemzetközi szinten, külföldön is részt vettetek már programokon, az ország számos pontján szerveztetek már programot. Mi az, amiben esetleg más lehet Pécs, mint egy hasonló nagyváros és annak a programja? Hát azért a hangulata, persze az ember hazabeszél, hiszen itt élünk és a kedvenc városunk. Multikulturális jelentősége, az egyetem. Igazán nincs más olyan húzó gazdasági ágazat a régióban, mint a kultúra. És ezért gondolom, hogy ennek van jövője. Részt vettél Essenben is, illetve Isztambulban is az LKF, másik LKF városoknak a megnyitóin. Mibe különbözött, mint Pécs? Mennyivel volt nagyobb szabású, mint a miénk? Nagyon nehéz összehasonlítani. Egyébként joggal, tehát büszke lehet Pécsre, semmi szégyenkezni valója nincsen, tehát nyugodtan vállalhatjuk a tizedikei eseményeinket is. Az esseni megnyitó az egy teljesen más alapokra épülő. Én azért nagyjából műszaki ember vagyok, vagy alapjában olyan műszaki ember vagyok, ez egy műszakileg nagyon gyönyörű megoldásokkal volt tüzdelve. Az isztambuli megnyitó pedig, hát egy sok 10 milliós metropoliszról beszélünk, a kultúrák találkozása, tehát
valóban egy olyan szintű művészeti központ, ami a világon egyedülálló, hogy Napóleon mondta, hogy a világnak egyetlen fővárosa lenne, az Isztambul lenne. Tehát nagyon-nagyon nehezen hasonlítható össze egy 160 ezres várossal, de én azt gondolom, hogy nagyon méltó képviselői vagyunk ennek a címnek, és mindent megteszünk azért a saját szerény eszközeimmel, és remélem a városlakók és mindenki, aki sajátjának érzi ezt a projektet, megteszi. Beszéltetek-e ottaniakkal? Milyen volt az ottani hangulat? Mellette voltak-e a RUR 2010-es programnak a helyiek, illetve az isztambuli programnak? Tehát milyen típusú volt a hangulat? Ami a legfontosabb volt az egész, hogy Pécset nagyon jól tudták. Tehát amikor bárhova mentünk és elmondtuk, hogy honnan vagyunk, vagy a szállodában egy egyszerű bejelentkezéskor, kijelentkezéskor, egy autóbérléskor, abszolút tudták, hogy Pécs hol van. Azt hiszem, ha már csak ennyi hozománya van egy ilyen címnek, már az is rengeteget jelent. A helyiek Isztambulba kevésbé tudták, annak ellenére, hogy a város teljesen tele van plakáttal, tehát nagyon nagy felületet kapott, és nagyon sok pénzt is kapott a megnyitóra a város, ott kevésbé tudták a dolgot. A Ruhrvidéken abszolút, tehát teljesen tisztában volt vele mindenki, hogy aznap eszemben mi fog történni. A jövőt tekintve, a 2010-es év számodra mit fog jelenteni? Nagyon sok munkát, programok szervezését, és szerinted mikor mondhatja azt a város, hogy igen, jól sikerült ez a 2010-es program? Hát ezt gondolom csak az év végén mondhatja majd, de mivel annyi programból áll, én biztos vagyok a sikerben, nagyon hiszek benne, hogy saját magamnak mit jelent. Egyrésztről munkát természetesen, másrészt pedig nagyon bízom abban, hogy a város egy új lendületet kap, egy még erősebb lendületet, és az e köré szerveződő, a kultúra köré szerveződő, ha az autópálya elkészültére gondolok, ha a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek, és bárki, aki a kultúrából él, illetve a köré szervezte életét, az biztos vagyok benne, hogy profitálni fog belőle. Akár az érzelmi oldalról egy kicsit talán az identitásunkat is meg tudjuk találni, egy picit talán lesz egy közös cél, amiért érdemes kiállni. Ezt kéne valahogy hangsúlyozni, hogy van valami közös cél. Következzék most a manőverben egy fiatal ember, aki Lengyelországban végezte egyetemi tanulmányait, majd 10 évig Amerikában dolgozott, és legutóbb Svédországban járt és dolgozott. Antal Tamást kérdeztük a H1N1-ről. Mi a véleménye az európaiaknak az új típusú vírusról? Miközben ezt a finom kis védőitalt fogyasztjuk, mesélj arról, hogy ugye Svédországban is élsz és Magyarországon is élsz. A sertésinfluenza, új influenza, H1N1 Svédországban mennyire jellemző? Ott mit hallottál róla? Én megmondom őszintén, hogy a magyar tévében többet hallottam arról, hogy hány svéd oltatta be magát, mint ott. Ott azért ekkora felhajtást nem csináltak neki. És a szomszédos skandináv országok például egyszerűen levették a súlyos epidémia listáról a H1N1-et, és abszolút nem is foglalkoznak vele. Nem hallani a hírekben, tehát a svéd sajtóban nem hallani arról, hogy mit tudom én, megint 20 fiatal betegedett meg, hányan haltak meg? Hát nem. Hát én a WHO-nak olvastam például a idei riportját, a hagyományos influenzában 60%-kal több ember meghalt, mint a H1N1-ben. Minek tudható be az, hogy Magyarországon ennyire foglalkozunk ezzel? Mi ilyenek vagyunk? Mi egy kicsit... Hipohonderek? Igen. Nem hiszem. Nem hiszem, egyszerűen szerintem az emberek jóhiszeműek, és... Akkor azt mondod, hogy pusztán gazdasági okai lehetnek ennek? Az a jobbik eset, ha csak az. Szerintem. Mi a rosszabb? Hát én olvastam például egy elég híres osztrák riporternő például írt a angol-ausztrál lapoknak egy cikksorozatot, ugye a Baxternak a vakcináját vizsgáltatta be, nem mint vakcinát, erről kiderült, hogy súlyosan toxikus, és feljelentette a WHO-t is, a Baxtert is, sőt azt hiszem az Egyesült Államok elnökét is büntető eljárást kezdeményezett. Véleményed szerint a védőoltást akkor ne adassa be senki, vagy ezt hogyan kezeljük?
Szerintem, aki akarja, beadhatja, de meggyőződésem, hogy ez inkább, mondom, ha csak pénzügyi vonzata van, akkor én nem is foglalkozok vele egyáltalán. Én nem adatom be, és nem javaslom a családomnak sem, hogy beadassa. Mit javasolsz akkor, hogyan védekezzünk ez ellen? Én javaslom a diósmézes pálinkát, a jó hazait, jó hazaiból. Nem akarok itt a Baxternak vagy a Omninvestnek konkurenciát csinálni, de nekem már nyáron volt ilyen, és azóta sincs semmi bajom. Kenszedik Richard az úgy szól, hogy felség a francföld künső parlatán előtt a hadvasok zadorlata. Hevé csorná a malsején, téltúpotnál csorcsúját, pöntjaszalt a döksanyart a nép, s dibározik bonárdus ünnepén. Csáp cselkesiddel sunyog és bunyog a vérgonyasztón, vérgonyasztónak sű, bém, piha, vacskon, szatyorgó, páhás, veszkelem, és így tovább, és így tovább. De ez egy nagyon drámai történet, ilyenkor ünnepek előtt nem forszírozzuk a dolgot, mert ilyenkor mindenkinek a szívébe egy kis békesség költözik, és általában olyan féle koktélokat szoktunk csinálni, vagy hát, hogy persze ez mindig olyan dolog, hogy jaj, mit igyak? Hát akkor igyál valami kis ünnepieset, valami kis karácsonyi. Most mi tartozik a karácsonyi? Egy kis jó kis vörösbor tartozik hozzá. Egy kis melegség tartozik hozzá, egy kis fűszeres íz tartozik hozzá, ezért ezt a koktélt, ez egy sima grog, hát nem annyira sima, mert egy kicsit spécizzük, de megmutatom, hogy készül. Ja, azt most igazából nem mutattam meg, hogy készült, mert ugye már be kellett egy kicsit mikrózni. Betettem a mikróba, hogy pusztuljon a mikróba, ugye, hogy nehogy valaki fertőzést kapjon, azt úgy járjon, hogy N1H1 van, azt mégse csókolóztam disznóval, tudod, tehát azért ez egy fontos dolog. Na most ehhez még veszünk egy kis könnyű rumot. Ez teszi hozzá az aromát. Ezt aztán óvatos mozdulattal meggyújtjuk. Mondom, meggyújtjuk. Mondom, hogy meggyújtjuk. Ugye? Mindjárt, gyerekek, mert ez úgy látszik, nem akarja az igazságot, de most akarja. Most meg jó meggyújtjuk. Így libeg, lobog, és akkor a látvány és a fűszerezettség kedvéért ugye egy kis tűzisót teszünk, és így tálaljuk. Na most az az igazság, hogy ezt elég gyorsan el szoktuk oltani, mert hogyha illetőnek nincs azbestből a feje, akkor a sokáig várakó után leég a szája, tehát ezt így eloltjuk, és szervírozzuk. Ez egy igazi, hamisítatlan karácsony hangulatot árasztó grog. És békesség költözik tőle a szívünkbe. Itt a mese vége, aludjatok végre. Ja, illetve nem, mert most kezdődik majd a műszakom, úgyhogy hamarosan várnom kell, hogy jöjjenek a szivacsok. Kétféle gyerek jön, vannak a szivacsok, akik a lét bírják, és vannak a mélytengeri szivacsok, akik a lét is bírják, és a nyomást is. Ez volt a Manőver február 10-i műsora, a Best of-okból válogattunk, legközelebb ígérjük, hogy új témákkal jelentkezünk. Február 17-én várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk legközelebb is, és persze írjanak manőver@pechtv.hu címre. Viszlát, sziasztok!